rendőr, olyanok úgy is, a csajok vigyáznak az ilyesmire, igaz, bőrgár? Én értem, hogy ez a fiú vissza fog jönni. Én úgy értem, hogy visszajöttél. Figyelj, nem kérdezik, esetleg. Hé, kérdezik, ki az a lány? Te, bőrgár, komolyan mondtad az ágy? Micsoda? Tudod az egyetemről. Ahol nem viselnek úgy, ez a csaj. Miről beszélsz? A nőkről. Ja. Tetszik neked a csaj? Szeretnél találkozni vele, ugye? Lehet, hogy ő meg éppen rád vár. Lapok csíkeit húzva maguk után az Atlantic City Hallról elszenvedve a keleti vérítéket, a tangeri csontzenét, a kínai vérítéket. Hát, fokon elvonók urán, nyúlva, szobán, dúdott a szobáját. Körbe-körbe járták a vérítést a vasút mentén. Döfrenbe merre mennek és elmentek. Kit körbe-körbe
73 egy tetves sorozóiroda haver, a tetves hadsereg tetves csapdája. Megmentettelek ember, nem érte? Az életet köszönheted neki. Én nekik szórakoztok vele? Az is barátom. Vigy vissza neki és érezzétek jól magatokat. Az a helyzet, hogy most éppen nem érsz rá. Annyira katona akarsz lenni? Mutass! Mutassa! Hát nézem azt a papírt. Figyeljetek, srácok, olvasom. Claude Hopper Bukowski, jelentkezési hely, Brave Street 73, a sorozás időpontja. Hé, Bukowski, neked még van két teljes egész napod. Szia, Claude, én Jenny vagyok. Szia, Jenny. Én Claude vagyok. Ne haragudj, de tudod, hogy van ez ilyenkor? Rengeteg dolgom van. Igen, és például... Például? Hát a szabadságszobrot is meg kéne nézni, meg ilyesmi. Jó program. Na és ti mit fogtok csinálni? Hát leülünk, ide ágyújtunk. Össze dumálunk. Vagy hallgatunk. Ide figyelj, Claude, ez nem olyan, mint a katonaság. Itt maradhatsz, ameddig akarsz, és ha nem tetszik, akkor elmehet. Figyelj, Claude, maradj velünk, meglátod, nagyon jól fogod magad velünk nem életni. Nem tudom, Jenny, nálunk otthon senki nem ér rá, csak úgy üldögélni. Klassz lehet, haver. Egész nap csak ketyegsz, mint egy bomba, és várod, hogy mikor fogsz végre felrobbanni. Szerintem maraszal lehet. Soha nem ész rá egy kicsit gondolkodni. Minek élsz? Bingo. Ha jó öreg nap kibírja, Claude. Nyugodtan lehet belőle lopni. Jut is, marad is. Na gyere, szívjunk el egy béke. Mi van ebben a pipában? Béke. Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare.
kukatárcserhez. A palacsár bőrke. Ha egy fehér és nyálas gyereken a világra, annak biztosan fúfadatja. Viszont ha gyönyörű lesz és csokoládé színű, az enyém. Fehér lesz és nyálas. És a nyálát beleköpi majd a ronda, fekete popába. Hármadodon sekte. Kik röhögni próbáltak, de csak csuklottak szüntelenül. És zakogásig ingerelték magukat a török fürdő válaszfala mögött, mikor a szőke és vesztelen angyal megérkezett, hogy szétszabdalja őket a kardjában. Kik extatikusan és tehetetlenül fázottak egy üveg sörrel, egy nővel, egy pakli cigarettával, egy gyertyával, és leestek az ágyról, és tovább folytatták a padlón egészen le a lépcsőfordulón. Kik elájultak a hatalmas mocskos mozikban, átváltoztak álmaikban, feljattak a hirtelen Manhattanre, és összekaparták magukat a szívtelen tokaitól másnaposan. Az alaksorokból és a harmadik Avenue vas álmainak borzalmaiból. Kik egész éjjel vérrel teli cipőikben járkáltak a hóbuckadoktokon, és egy gőzzel, és opiummal teli szobába nyíló ajtóra vártak East Riverben. Kik egész éjjel vérrel teli cipőikben járkáltak a hóbuckadoktokon, és egy gőzzel, és opiummal teli szobába nyíló ajtóra vártak East Riverben. Jól érzed magad, Cole? Hová utazol, hajón vagy? Utazunk! Egy hajón utazunk! És dülöngél velünk a világ! Ne tarts be, itt vagyok! Én messzire jöttem, Bölke! Nagyon messzire! Mindenki messzire jött, igaz? Én a messzi Manchesterből, a világ végéről, Angliából, az jó! Semmire sem! Itt látsz! Olyan színesek vagytok, mint a moziban.
Hadd Ébenszín! Huf, hajnalbír! Börger! Hóember! És én pedig átlátszó vagyok. Én Ébenszín! Én hajnalbír! Én hóember! Én átlátszó test! Csendháborításért és rendzavarásért a
bíróság valamennyüket 30 napi fogházra vagy 50 dollár pénzbüntetésre ítél. Bíró, nekünk nincs pénzünk. Sajnálom, el lehet vezetni. Bíró úr! Tessék! És ha valakinek mégis van pénze? Kinek? Nekem! George Burger nevére írja! Ne! De! Ne! Ide figyelj, ott leszek a hát és kihozhat ide. Nem, ez az 50 dollár az én pénzemből keres, nekem pontos dolgom van holnap, tudod? Közben hagynád, hogy mi meg a sinterre hagyjuk kerepen. Persze, hogy hagyná, hisz nekünk nincs olyan fontos dolgunk, mint nekünk. Nem hagyná! Nem hagyná! Éljen majd néha, fontos volt. George Burger nevére szól az 50 dollár. Nem én hívtam oda a könyvtárba. Meddig fogsz még beszélgetni velem? Ő beszélget velem, nem látod? Van itt egy sokkal nagyobb baj is, mint a pénz. Igen. Az, hogy mindketten kedvesek vagytok. Menjetek a francba! Szíri Burger, várj! Menjetek a francba! Nem alapszíri, várj egy kicsit Burger! Oh, good.
és kapsz pénzt. Abba te pénzt akarsz adni a hajamért? 500 dollár. Te mit szem? Soha az életben nem adtál nekem egy fillért sem. S 500 dollárt adnál egy hajvágásért. Add már ide a fonadrágot. Tiszta! Add ide! Mondom, hogy tiszta! Gyere ide! Na, menni kell. Thank you.
Akkor meg mi értelme? És ha nem vonulnék be, akkor lenne értelme? Akkor lenne. Kik krumpli salátával haigálták meg a Dada előadóit az ismeretterjesztő előadás sorozatokon, kik következésképpen csak egy szimbolikus pippongattal borítottak fel, sürgősen megbékélve a katatóniában. És évekkel később visszatértek, a könnyeket, az ujjakat, meg a vérparókáját leszámítva már valóban kopaszon, Kelet őrült városainak megpecsételt létező osztályaira. Klód! Tessék! Figyelj, én arra gondoltam, mi lenne, ha összeházasodnál valakivel? Na de hát kit vegyek el? Hát például ennél. Mert figyelj, Klód, ez olyan csodálatos lenni, most úgyis terhes vagyok. Lenne egy kis babám. Nem kéne bevonulnod a katonaságra. Hát ez csodálatos lenne, Klód! Szemétvödrök és elérhetetlen dollárok. Gyerekek sikolyan felüljárók alatt. Fiúk zokogása a hadseregben. Öreg emberek sírása a parkokban. Molok, molok az idéztelek. Molok a szeretetlen, a szellemi molok. Molok az ember kemény bírája. Molok az érthetetlen. Molok a halálfejes lélektelen fegyház és a keservett kongresszus. Molok kinek épületei ítéletek. Molok a háború hatalma sziklája. Molok a meghűlt kormányok. Molok kinek agyacsal kémezett. Molok kinek pénz folyt az erekben. Molok kinek 10 ujja, 10 hadsereg. Ma akinek melle emberevő dinamó, ma akinek füle füstölgő temető, ma akinek szeme 1000 megvakult ablak, ma akinek felhőkarcolói, mint végtelen Jehovák állnak a hosszú utcákon. Ma akinek neve az ész. Ma akiben magányos. Molok, kiben angyalokat álmodok. Őrült a molokban! Szeretetlen és férfiatlan a molokban! Molok, ki korán behatolt a lelkembe. Molok, kiben testtelen tudat vagyok. Molok, ki kiűzött a természetes elragadtatásból. Molok, kinek odavetettek. Ébredj a molokban! Égből kiáradó fény! Molok, molok, hipermodern lakások, láthatatlan külvárosok, démoni iparterepek, kísérteties népek, legyőzhetetlen démonják. Inok szakadtáig emelik a molokot az égig. Álmok, imádatok, megvilágosodások, vallások.
hülyeség egész hajóra komálja. Áttörtség. A folyó túl. Neve! Gold, Huber, Bukowski! Uram! Szép hosszú neve! Fia! Alkalmas! Nálunk mindenkiből katona lesz, fiú! Akár fehér, akár fekete, akár Bukowski! Igen, uram! Nálunk mindenki kap ruhát, kap makacsot, kap ágyat, és kap enni is! Mi a ötig számolok, itt igazi, tiszta és rendes katonákat akarok látni. Megértették? Igen, és uram! Altma! Igen, uram! Wilson! Igen, uram! Miller! Igen, uram! McDonald! Igen, uram! Winterbottom! Igen, uram! Moszkowicz! Igen, uram! Bukowski! Igen, uram! Ott Bölger olyan volt, hogyha valamit a fejébe vett, azt onnan többé nem lehetett kiverni. Ki hitte volna például, hogy Sila is eljön velünk? És tessék! Meg hat barátnője. Mire Nevadába értünk, az egész banda olyan volt, mint egy nagy család, pontosan úgy, ahogy Bölger azt elképzelte. Csak Claude hiányzott, pedig miatt loptuk a kocsit, és miattal utaztunk el a világ végére. De Bölgert nem lehetett megállítani. Mindig kitalált valami őrültséget. Emlékszem, megvártuk az esti őrségjártást, mielőtt Sila kiállt a kapót, hogy felcsítjenek tisztet. Pedig nem volt könnyű dolga, mert olyan tisztet kellett találnia, hogy a ruhája jó legyen Bölgerre. Aztán végre talált egyet. Elvitte a közeli motelbe, levetkőztette, beállította a tus alá, és rázárta az ajtót. Ezt az egyenruhát azóta is minden évben előveszünk egyszer, amikor Bölger születésnapján összejön a régi banda. Mert minden évben egyszer összejövünk, ez valaki hiányzik. Ezt az egyenruhát azóta is minden évben előveszünk egyszer. Mert minden évben összejövünk. Bukowski! Igen, uram! Hozzá! Indulás kifele! Igenis, uram! Magas egy fej, Bukowski! Nem, uram! Kár, mert én az vagyok. Mit csinálsz, Bölger? Mi a francot csinálsz? Ledumáljad itt, add már itt a ruhádat! Láttam nemzedéken legjobb elméjét, az őrület romjaiban. Hisztérikusan messzel néhetőket, kik 72 órát autóztak áron bokron át, hogy kitalálják. Neked van-e látomásod? Vagy neked van-e látomásod? Vagy neki van-e látomásod? Láttam nemzedéken legjobb elméjét az őrület romjaiban. Hisztérikusan messzelen éhezőket, kik 72 órán autóztak áton bokron át, hogy kitalálják. Nekem van-e látomásom? Vagy neked van-e látomásod? Vagy neki van-e látomása? Láttam nemzedékem legjobb elmét az őrület romjaiban. Hisztérikusan mesztelen éhezőket, kik 72 órát autóztak áton bokron át, hogy kitalálják, nekem van-e látomásom? Vagy neked van-e látomása? Vagy neki? Mert! Figyelj! Átvezényeltek minket a tengeren túlra! Mindenki szedje össze, hol mi áll! 5 percük van rá! Világos? Igen, uram! Akinek a nevét olvasom, jelentkezik! Altma! Igen, uram! Wilson! Igen, uram! Miller! Igen, uram! McDonald! Igen, uram! Winterbottom! Igen, uram! Moszkowicz! Igen, uram! Bukowski! Bukowski! Igen, uram!
veled vagyok a sárga házban, ahol te őrültebb vagy, mint én vagyok. Veled vagyok a sárga házban, ahol megölted 12 titkát. Veled vagyok a sárga házban, ahol anyám árnyát utánz. Veled vagyok a sárga házban, ahol nevetsz, ezre a láthatatlan nevetni van. Veled vagyok a sárga házban, ahol nagy írók vagyunk, ugyanazon, a rettenetes írók. Veled vagyok a sárga házban, ahol állapotod válságosra fordult, és közölte a rádió. Veled vagyok a sárga házban, ahol a szellem képességei nem fogadják már be az érzékeny észérkeit. Veled vagyok a sárga házban, ahol az utcai akszüzet melléből készült teát iszod. Veled vagyok a sárga házban, ahol ütöd, vered, ápolónőitnek a bronxi vén kurváknak a testét. Veled vagyok a sárga házban, ahol visítokod a kétszer szuponyban. Veled vagyok a sárga házban, ahol püfölöd a kataton zongorát. Veled vagyok a sárga házban, ahol 72 sok sem téríti vissza a lelkedet por hüvelyébe. Miért kellett meghalnia, amikor annyira szeretett élni? George Burger az én barátom volt, és helyettem halt meg. Ezt az egyenruhát is tőle kaptam. George Burger születésnapján minden évben egyszer összejön a régi banda. Összejövünk, mint egy nagy család, és csak egy valaki hiányzik. Ilyenkor elővesztük ezt az egyenruhát, és emlékezünk. Ilyenkor elővesztük ezt az egyenruhát. Burgernek igaza volt, minden háború mocskos. De George Burger nem halt meg. Amíg mi élünk, ő is útél velünk. Yeah.
Mr. E.